Sziasztok, Frici vagyok. Gondolom, mint sejtitek. Kitaláltam, hogy mostantól kezdve napszaknak megfelelően fogok köszönni, úgyhogy most jó reggelt kívánok. Az eddigi csaták a bajnokság folyamán eléggé egyhangúak, unalmasak voltak olyan szempontból, hogy aki nyert, akkora fölénnyel nyert, hogy a másiknak esélye nem lett volna nyerni. Most a következő csatában kicsit nagyobb izgalmakba reménykedek. Egy ismétlődő csata jön. Horvát Péter fog menni Vakabayashi ellen. Horvát Péter ugye a szokásos IG csapatával megy, Vakabayashi pedig a szokásos Sisters of Battle csatanővérekkel. Vakabayashit nem tudom hívja-e úgy, ahogyan most a másik nél van, az pedig az, hogy Konstantin! Ami a Robotboyból van ez a Konstantin, lefogadom, hogy ő is azt nézte, és onnan jött ez a zseniális név, hogy Konstantin. Na mindegy. Kicsit térjünk rá most már a játékra. GLHF mondja Vaka. Csá Frici mondja Vakabayashi. Én is üdvözöllek, Konstantin. Nem értem, mert ő most... Ő neki most mi ő most? Szilo, Vakabayashi, Konstantin? Mi az igaz, mi a neve, az igazi bajnokság neve? Oké, hát róla azt kell tudni, hogy most szépen gyártogat. Ugye szokás szerint most mondhatnám, hogy megint gyárt egy építőegységet, az képzi ki, stb. Péter taktikai vezérlő egységet gyárt. Amennyire én sejtem, valószínűleg az az oka, hogy tovább akarja fejleszteni a gyalogosokat ezekkel a bizonyos gránátvetőkkel, amíg így gyalogosok terén igen nagy előnyt jelentenek számukra. Úgy volt, hogy lehet, hogy lesz egy újabb vendégkommentátor, de végülis nem vállalta el. Lehet, hogy majd egy későbbi menetbe. Még köszöntettek új kommentátorokat. Hát Vakabayashi ugye foglalgat. Foglalgat. Ráépít a pontokra, ez egy megfelelő taktika. A múltkori csatában nem tudtam, hogy Péter mit csinált. Péter annyira furcsa játszott, annyira visszafogta magát ahhoz képest, hogy ő milyen jó játékos. Nem tudom, direkt csinálta-e, vagy csak rossz napja volt. Péter is foglalgat. Meglátjuk, ráépít a pontra. És ide küld két építettséget, és nincs rá még pénze, vagy mi van. Ugye én már biztos, hogy az egyik építőegységemet ez a csapat mellé küldtem volna, hogy ide tudjak építeni, vagy ide. Én már ide is, tehát ő együtt épít, végülis nem probléma. Vakabayashi eközben kicsit tovább jutott, Vakabayashi összeszedte a seregét, és egy nagy fronton támad. Majd feltehetőleg közben az arany erekje pontot kezdi magáévá tenni. Péter meglátta és visszavonul. Péternek jelen esetben a legjobb megoldás az lenne, hogy például ez a csapata nem hátul vár itt egy hátba támadással, hanem a teljes seregét ide összpontosítja és támadna ezzelre. Kicsit beletekerünk. A bázis körül különösebb dolog nem történik, amennyire én látom. Többségében a harci egységekre teszik most a cash-üket. Rááldozzák a pénzt, a stratégiai pontból szerzett nyersanyagot. Vakabayashi menekülésre kényszerül Péter elsőprő serege ellen, és mi ez itt, mi ez itt? Igen. Vakabayashi hátulról. Azt hittem támad, de nem támad. De támad. Szépen visszafogottan megy előre, mert látja, hogy Péter seregeit ide összpontosította. Most célszerű lenne Péternek ezt a pontot kicsit felhúznia, az miatt, hogy itt egy védelmi pontja legyen. Jó ötlet volt odaépíteni, ide is épít, ez is jó. És ha ide is építene, ha mondjuk itt a két egysége most pénze van rá, ha mondjuk az egyik építőegységgel ide építene, hamarabb meg lennének a pontok. Utána ide is építeni, és nem is tudnák tőle elvenni. Vakabayashinak hatalmas előny, hogy a pálya nagy része az övé, illetve az, hogy mind a két aranyerekét elfoglalta. Ez számára akkora előnyt jelenthet, továbbá itt vannak ezek a kritikus pontok. Ezeket is teljes mértékben kezdjük magáévá tenni mind a kettőt. 100%-a a pályának már lassan az övé. A bázisukon sok minden nem történik. Ugye, Vakabayashi, ugye még észre kell vennie, hogy ide építenie kéne. De ezen kívül, amit lát, azt ugye megépíti.
Most egy nagy csata bontakozik ki a pályának egy jelentős részénél, az egyik kritikus pontnál. Wakabayashi érzi, hogy nem lenne esélye megtörnie Peter támadását, úgyhogy szépen visszavonul. Itt már izgalmas a csata, mert itt már ide-oda ingadoznak a seregek. Wakabayashinak elég nagy serege van ahhoz elméletileg, hogy visszaverje Peter seregét, legalábbis ő így érzi, úgyhogy megpróbálkozik vele. Peternek nagyon nagy előnye az, hogy tud távolról támadni. Wakabayashi nem akar közelharcot kezdeményezni. Igen, pedig mondjuk a távolharcba sem rossz, csak... Na, megtöri Peter védelmét? Vagy hát támadását, vagy nem is csata frontvonalát, inkább így fogalmaznám. Igen, na most Peternek érdemesebb lett volna ide áthozni a seregeit, hogy minden serege védelemben legyen, mert látjátok itt ők most szépen védelemben vannak, Peternek egy serege van, Wakabayashinak meg úgy szintén egy, meg fél, most már mindegyik. Így jök. Jaj. Oké, Peter visszavonul, látja, nem tud támadni. Wakabayashi két oldalról lerohamozza Petert. Peternek elképződött a parancsnoki osztagja. Feltetőleg ide fogja küldeni? Védekezni? Mi az, nem veszi észre? Hát hagyja, hogy elpusztítsák a parancsnoki pontját. Még meg tudná védeni, az csak egy sereg. Wakabayashi nem támad. Türelmesen elfoglalja a pontokat, hogy nyersabb nyaktöblethez jusson. Sajnos úgy érzem, hogy ez a menet is egy eléggé egyhangú menet. Nem tudom, hogy Wakabayashi fejlődött-e ennyit, vagy Peter lett-e ennyivel gyengébb. Menet közben lehet, hogy mindketten legyőznének engem. De itt jelen pillanatban az látszik, hogy... Hogy... Wakabayashi sokkal előnyösebb. Itt már Peter nem hiszem, hogy nyerhet. Bár ellenem is ki tudott számtalan menetet védekezni. De itt most valahogy... Mégse látszik az, hogy sikerülne neki. Habár nem lehet tudni, Wakabayashi visszavonul. Az igazi probléma az, hogy Wakabayashi a teljes mező. Mező. Tehát minden, az összes kis zóna, az övé, mindent elfoglal. Peternek már tulajdonképpen semmije sincs. Ilyen helyzetből nem lehet egy könnyen nyerni. Oda küldi a hősét. Mit ér vele nagyjából? Semmit. És... Na nézzük csak ezeket. Wakabayashi támad innen. Meg innen is, két oldalról. Peter megpróbált az egyik oldalba visszavonultatni őket, de közben Wakabayashi a másik oldalról támadott. Wakabayashi vagy Konstantin, nehéz eldönteni. Legyen Wakabayashi. Oké. Van egy olyan érzésem, hogy innentől kezdve a csata eldőlt. Még tudomásom szerint nem lettek megszavazva képességek, jaj, elcsúszott a kamera. Nem lettek megszavazva képességek a csapatoknak, viszont szerintem remek ötlet lenne egy olyan, hogy valaki 5 és valaki 10 perc alatt győzi le a másikat, akkor kapjon valami különlegességet. Ezzel arra ösztönözve őket, hogy gyorsabban győzzenek és rövidebb legyen a videó. Ne kelljen annyit szenvedni vele. Na jó, nem, de amúgy nem szenvedek vele, de tényleg szerintem ez nem egy hülyeség. Teljes mértékig el tudnám képzelni azt, hogy például valaki 5 perc alatt győz, és akkor mondjuk annak fejébe aktiválhat egy képességet, vagy egyel többet léphet, ha 5 perc alatt győz, ha 10 perc alatt győz, akkor meg egy másik képességet aktiválhatna, vagy valami ilyesmit tudnék elképzelni akkor. Vagy mondjuk megvannak a képességek, de csak negyedik körönként lehet őket használni, vagy 5 körönként lehet őket használni, de ha valaki 10 perc alatt győz, használhatja a képességet, ha valaki 5 perc alatt győz, akkor ő és csapattársa is használhatná a képességet. Szerintem ez egy reális dolog. Így megérné nekik gyorsan győzni. És nem azt csinálnák, mint például most. Wakabayashi szépen elfoglalja a pontokat. Peternek milyen van? Van még két pontja, Wakabayashinak meg rengeteg. Wakabayashi bázisát nézzük meg, hát... Igen, gépeket nem akar gyártani. Nézzük, mennyi nyersége van. Peternek van most bőven, Wakabayashinak pedig... Hát lószar sincs. Hát akkor ez miatt nem gyárt. Az előbbi videómban azt mondják, hogy...
Ferox túlságosan komolytalan volt, nagyon eltértünk a tártól, és ez probléma. Hát oké, és akkor én most, mint láthatjátok, nem tértem el a tájtól, tényleg nem beszéltem itt a növényekről, a fűt nem néztük, hanem folyamatosan a csatáról volt szó. Szóval kicsit ugye most muszáj belegyorsítanom, mert nem tudom mennyi ideig tarthat ez még. Nagyon 15 percig összességében, úgyhogy alig gyorsítottam bele, úgyhogy na ez így jó, ez a lényeg. Wakabayashi egyértelműen győzni fog, tehát innen ő nem kap ki. Peternek már tulajdonképpen semmi esély, csak egy főhadiszállás, vagy mezőparancsnokság, vagy na most főparancsnokság néven fut. Igen, ennyi. Peter kikapott, ez egy újabb, egyhangú menet volt, nem voltak nagyobb csaták, egy egyszerű lerohanás volt. Wakabayashi szépen nyer, megérdemli. Remélem lesznek azért még izgalmas csaták a játék során. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!